Üdvözöllek! Az én nevem Oakley. Mint látod, nagyon szomorú vagyok, mert elvesztettem egy számomra igen értékes tárgyat. De szerencsére a te segítségeddel újra visszakaphatom. Hoztam egy térképet, hogy az út során könnyebben eligazodjunk. Ne feledd, a kaland végeztével hatalmas kincs vár rád. Köszönöm, hogy velem tartasz, és segítségemre leszel. Kalandra fel, nézzük a térképet! Ne feledd, minden állomás végén egy játék vár rád. Nagyon szemfülesnek kell lennünk, mert a játék során vissza kell emlékezni mindarra, amit tapasztaltunk és tanultunk. De ehhez hoztam neked egy kis segítséget. Ezekre a jelekre nagyon figyelj. Vannak érdekességek, mint a piros esernyő, és vannak nagyon fontos dolgok, mint a sárga kulcs. Akkor induljunk! Megérkeztünk az utolsó állomásunkhoz. Közel a cél, hogy végre rábukkanjak az elveszett tárgyamra. Már nagyon várom, hogy újra visszakaphassam. Utoljára a Tropikáron vízi élővilágát fogjuk alaposan szemügyre venni. Csak szólok előre, itt bizony még cápák is vannak, úgyhogy jól vigyázz, merre nézel, nehogy megijesszenek. Hú, de színes a Tropikárium élővilága! Talán ez a legnehezebb állomásunk, mert minden élőlény a vízben vagy a körül szeret élni. Itt sok mindenben hasonlítanak, de sokban különböznek is. Nézzük akkor! Először a magyar állatvilág. A csuka a megragadott áldozatának a szájából kissé hátra befelé hajló fogai közül már gyakorlatilag nincs menekvés. A zsákmányhalat a farkánál kapja el, majd megforgatja a szájában, és fej felől nyeli el. Gyomornedve olyan erős, hogy a lenyelt acélholgot is képes elbontani, megemészteni. A lapátorutók Európába 1970-ben telepítették be. Planktonevő hal táplálkozása során öblös száját kitátva úszik, hogy kiszűrje a vízből apró méretű táplálékát. Meglehetősen hosszú óra tele van elektroreceptorokkal, melyek segítik a táplálék felkutatásában. A trópusok. A keselyű teknős erősen vízhez kötött életmódot folytat. A víz fenekén tátott szájjal várja az arra úszó halakat, majd amint megpillantja őket, apró piros féregszerű nyelvrészét mozgatva még közelebb csalja a zsákmányt, és mielőtt az felocsudna, a teknős már össze is zárta erőteljes állkapcsát. A legnagyobb édesvízi teknősfajok egyike. A zöld fapiton érdekessége, hogy a tojásból kikelő utódok színe egészen más, mint a felnőtteké. A citromsárgától a téglavörösig számos árnyalat előfordul náluk. A Mississippi aligátor. Érdekessége, hogy az aligátorok harapás erőssége meghaladja az 1 tonnát. Tojással szaporodnak, melyet a nedves partoldalon készített fészekbe raknak. Gondos anyák őrzik a fészket a kicsi kikeléséig. A Tropikáriumban 2 hím példányuk él, Dodó és Tipli. A sztyeppi teknős akár 2-szer is tartatnak pihenő időszakot egy évben. A téli hideg idején, illetve a nyári szárazság alatt is a föld alá vonulnak aludni. A jávai lövőhal a természetben közvetlenül a vízfelszín alatt él és rovarokra vadászik. Amikor meglátja a kiszemelt áldozatot, erős sugárban vizet köp rá, 1,5 méter távolságra is képes vizet köpni, a rovar ekkor a vízre hullik, és a lövőhal azonnal felfalja. Az is előfordul, hogy kiugrik a vízből, és úgy kapja el a zsákmányt. Az elefánt hal a nevét különösen megnyúlt alsó ajkának köszönheti. Folyamatosan gyenge intenzitású elektromos hullámokat gerjeszt, ugyanis zavaros vizekben él, és természetes körülmények között ezek segítségével tájékozódik, és találja meg a tápláléket. A cápa akvárium.
Két fajta cápa él itt, a szirti cápa és a tigris cápa. A barna szirti cápa eleven szülő. Az embriók az anyamébe kerülve egy darabig az őket körülvevő burokban, a szigzacskóból táplálkoznak. Majd az üres szigzacskó a méh falába ágyazódva méhlepényi alakul, és a születés pillanatáig ellátja az utódot tápanyaggal. Nagyon széles elterjedésű, általában a trópusi vizeket kedveli. A homoki tigris cápa. Ő szintén eleven szülő, de az embriók már az anyamében harcolnak egymással, és egymásból táplálkoznak, még többnyire csak egy marad és születik meg. A tengeri élővilág. A leopárd muréna érdekessége, hogy a korallzátonyok lakója. Gyakran tisztogató halak, rákok élnek a közelében. A tisztogatók még a szájában és a kopoltyúiban is bántalanul dolgozhatnak. Többnyire lesből támad. A levélhal főként a tengeri fűvel sűrűn benőtt élőhelyet kedveli. Szívesen fogyasztja az üvegrózsát, ezt az akváriumban könnyen elszaporodó csalánozót, mely sok bosszúságot okoz az ott élő halaknak, és ezzel a gondozóknak is. A rája simogató. Az atlanti tüske rája érdekessége, hogy áll eleven szülő. Általában 4-7 kis rája születik egyszerre, melyek önállóan táplálkoznak, miután felélték a szikanyagukat. Kedvenc eledelük a rákok. Az amerikai tüske rája is szintén áll eleven szülő. Az embriók az anyamében egy darabig a szigzacskójuk tápanyag tartalmát használják, majd a méh által termett méh tej látja el őket a születésükig. Hú, tengernyi titkot rejt a tropikárium akváriuma. Tudtad, hogy a cápaura keretén belül megismerkedhettek a cápákkal, rájákkal, rákokkal és halakkal? Ez fokozza, hogy egy szuper filmvetítéssel egybekötött kreatív foglalkozást is tartanak a tropikárium dolgozói, ahol beszélgethettek a környezetszennyezés visszafordíthatatlan súlyos következményeiről, hiszen minden, amit a föld ellen teszünk, az ránk is visszahat. Végre! Meg is lett a piros olvasószemüvegem. Hála neked, tovább tudom folytatni a természet kisokos könyvemet. De ne menj messzire, mert a játék még hátra van. Fontos, mielőtt belekezdenél a játékba, kérd szüleid segítségét. Először keressétek fel a Kahoot honlapját, majd írjátok be az adott kódot, aztán indulhat is a játék. Sok sikert kívánok! Nagyszerű kincsre bukkantál. Ezt a tudást senki nem veheti el tőled. Tartsd mindig magadnál, mert sose lehet tudni, mikor lesz rá szükséged. Köszönöm a segítséged. Találkozunk legközelebb is. Mielőtt elmész, ne felejtsd, hogy jövőre várunk téged az állati nagy kaland nyári napközis élménytáborunkba. Illetve egy szuper rajzpályázat is vár rád. A téma: szeretem az állatokat. Itt vadállatokat, állatkerti, illetve vadasparki, valamint erdei mezei állatokat kell rajzolni. Szólj anyunak vagy apunak, és álljatok neki rajzolni. A beküldési határidő szeptember 12-e évfél. További szép nyarat kívánok nektek, és remélem tetszett a sorozatom. Sziasztok!